Köszöntöm Önöket az Úton magazinban. Egy különleges helyre kalauzoljuk el Önöket, ahol a természetvédelem és az állatok gyógyítása kéz a kézben járnak. Tartsanak velünk a nemrégiben megnyílt Sostó Vadvédelmi Központba. Közönségnappal nyitotta meg kapuit a hétvégén a Sostó Vadvédelmi Központ. Az intézményt a Sostó Természetvédelmi Terület rehabilitációjának utolsó állomásaként mintegy 600 millió forint kormányzati forrásból hozták létre a Sostó keleti bejárata mellett. A vadállatok gyógyítása, az ismeretterjesztés és a szemlélet formálása legfőbb feladata a Sostó Vadvédelmi Központ és Közösségi Háznak. A megnyitón Cserpalkovics András polgármester ismertette azt a városi törekvést, amely természeti értékeink megőrzését, emellett színvonalas kiránduló és pihenőhelyek létrehozását tűzte ki célul. Amikor annak idején elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehetne és kellene megmenteni a Sóstót, ehhez hogyan és mit lehetne kapcsolni, és hogy függ ez össze az akkor még itt működő atlétikával és a stadionfejlesztéssel, akkor valami olyanban gondolkodtunk, ami aztán mára gyakorlatilag megvalósult, hiszen ezek egymással összefüggő fejlesztések voltak. Első elemként megvalósult kinn a Bregyó Atlétika Centrum, amiben ki tudott költözni az atlétika, aztán ennek a beruházás csomagnak a részeként a csónakázó tavat tudtuk megújítani, azt hiszem, hogy az is kis különlegessége lett a városnak, aztán elkészült a stadion és a környezetében sétányok, utcák, utak, parkolók, tudtuk közben megmenteni szakemberek segítségével a Sóstót, és tartalmi értelemben gyakorlatilag az utolsó elem az, ami itt a madárvilágról, a vadakról, az állatokról szól, és nyilván összefügg a Sóstóval, de hát ahogy hallottuk, a beiskolázás, azt nyilván idézőjelbe téve ezt a szót, az országos ennek a kis központnak a tekintetében. Ez több mint 20 milliárd forint az, amit itt most röviden felsoroltunk, és itt a környéken el tudtuk költeni. Azt hiszem, hogy jól költöttük el, ez sok minden bizonyítja és mutatja, a Sóstó népszerűsége egészen biztos. Én itt szeretném megköszönni azoknak a szakembereknek, akik ebben a munkában végig segítettek és támogattak bennünket, hiszen rengeteg dolgot tudtunk itt együtt megvalósítani, ugye kifejezetten kis erdőfoltok telepítésén keresztül nagyon sok mindent lehetne itt felsorolni, hogy mi az a csoda, amit megmentettünk, amit tudtunk ültetni, létrehozni, és tudunk majd a következő években, évtizedekben működtetni és üzemeltetni. És ennek utolsó tartalmi eleme az, amit most itt vagyunk. Egyébként ennek is három része van legalább. Ugye van egy új játszótér, aminek szerintem itt az Alsóvárosban és a Sóstóra érkező családok is nagyon-nagyon örülnek. Van egy közösségi tér, amit már birtokba is vettek az alsóvárosiak, és azt hiszem, hogy régóta vártak rá, hiszen nem volt olyan terük, ahol össze tudtak volna jönni. És most átadjuk ezt a központot tartalmi és szakmai értelemben egyaránt a működtetésre, és aztán arra is, hogy ez minden olyan célját be tudja tölteni, amiben gondolkodtunk és gondolkodunk. Szerintem mind épületegyüttes is nagyon szép lett, és abszolút illik ebbe a környezetbe. A funkciókról nálam szakavatottabbak fognak beszélni, de doktornőt és csapatát köszöntjük, és kívánunk nekik jó és eredményes munkát. Hét tagú ez a csapat, mind ahogy megtudtattuk most így indulásba, ugye szakmai partnereink segítségével, és azt hiszem, hogy egy jó munkát tudunk itt közösen elvégezni. Köszönöm tényleg mindenkinek, Városgondnokságnak, Alfavetnek, és mindenkinek, aki ezt előkészítette, és aki az üzemeltetést végrehajtja. Hogyha megengedik, akkor egy személy, akit most nem látok, és talán nincs itt, de szeretnénk neki kiemelten megköszönni, ez pedig Berkényi doktor úr, hiszen ő volt annak idején ennek az egésznek az elindítója, megálmodója, még nem feltétlenül annak a helynek, ahol most vagyunk, hanem ennek a kis mozgalomnak, ami aztán itt a madárgondozásban kialakult az elmúlt évtizedekben, és aztán vele álmodtuk meg azt, hogy valami ilyet, ha már egy ekkora beruházás együttest itt a környéken létrehozunk, akkor itt a Sóstó mellett létrehozunk. Úgyhogy ő neki köszönet, és hála a kivitelezőknek, a tervezőknek és mindenkinek, aki ebben a programban részt vett, és természetesen köszönöm a kormány támogatását, hiszen teljes egészében állami forrásból valósult meg ez a több mint 20 milliárdos fejlesztési csomag. Ebbe az önkormányzatnak forrást nem kellett tenni. Nyilván az üzemeltetés az már egy kicsit máshogy néz ki, de bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog ez szakmai és közösségi értelemben is megtörténni. Köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott ehhez a programhoz. Bízom benne, hogy ez a mosoly ez meg lesz itt mindig, nehézségekbe és könnyebb pillanatokba egyaránt. És én egy valamit kívánok,
hogy minél több gyermeket és fiatal tudjunk csalogatni majd erre a helyre, beleértve nyilván a Sóstót is, akik itt megismerhetik a természet csodáit, de azt is, hogy milyen felelősséget ró ránk az, hogy adott esetben gondoskodjunk és gondoljunk ezekre a kis élőlényekre. Az egyiket már próbáltuk pecserkészni, de sarokban áll, ül, és várja talán ő is azt, hogy egy kicsit neki is nyugodtabb élete legyen, akár ezt a gyönyörű környezetet is ki és felhasználva, és azt is megtudtuk, hogy az első jövevények közül az első, aki innen már gyógyultan, hamarosan távozik, az szintén meg lesz talán már a jövő héten. Bízom benne, hogy így tud majd történni, és sok mindent ki tudnak majd meggyógyítani azok a szakemberek, akik itt dolgoznak. Úgyhogy hálásak vagyunk mindenkinek, és hát nagy szeretettel adjuk át a széles szakmai és széles nyilvánosságnak is ezt a területet. A vadvédelmi központban ellátják, gyógyítják a beérkező beteg sérült állatokat, különös tekintettel a védett és fokozottan védett emlős, hüllő és madárfajokra. Ehhez a legmodernebb orvostechnikai eszközökkel felszerelt műtők, kezelők és lábadozók állnak rendelkezésre. Ő ezt tudja. Ő igazándiból egy teljesen egészséges. Teljesen egészségesűn, és ő nincs készhez szoktatva. Hogyha készhez lenne szoktatva, akkor így kigömbbe jödne. De igazándiból, hogyha egy sűn kiveszünk, akkor így viselkedik, és közben puffog. A központban ezt a tavaly ősszel betegen befogadott, de már szépen gyógyuló sündisznót is láthattuk. Őt igazándiból infúzióztuk sokat, feltápláltuk, felhízlaltuk, kapott antibiotikumot, meg féreghajtót, és most elengedjük jövő héten. Mert tavasz van, és véget ért a telelő időszaka. Egy cinegét és egy szánsérült talpfekélyességgel küzdő rétisast is kezelnek itt. Ez utóbbi egyet párját az egyik külső röpdében szintén megtekinthetjük. A kulcs szó az, hogy ugye a Sóstó természetvédelmi terület, tehát ugye ez a komplexum, a Sóstó vadvédelmi központ is ugye a területről kapta a nevét, és hát nyilvánvalóan ugye egy gyakorlatilag majd egy szimbiózisban él ez a komplexum is a területtel. Én azt gondolom, hogy tényleg itt közvetlenül egy ilyen terület, egy ilyen sokszínű természetvédelmi terület szomszédságában egy ilyen épületnek, egy ilyen tevékenységnek nagyon fontos üzenete van mindenki számára. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen, amit szeretnénk, az, hogy a természetvédelem, az állatvédelem, a környezeti nevelés, a tudományos kutatásnak egy ilyen megyei, régiós központja lehetnénk, nyilvánvalóan együttműködve a többi működő természetvédelmi szervezettel, civil szervezettel, állami szervezettel. Én azt gondolom, hogy már az első visszajelzések nagyon jók, tényleg az összes olyan szervezet, akik én azt gondolom, hogy évek óta, évtizedek óta ezzel foglalkoznak, beálltak mellénk, tanácsokat adtak, aminek nagyon örültünk. Nyilvánvalóan nekünk nagyon sok olyan döntést kell hoznunk az elkövetkező időszakban, hogy milyen irányba szeretnénk majd terjeszkedni, milyen irányba szeretnénk majd bővíteni ennek a központnak a tevékenységét. Szerintem a legfontosabb az, ami a Sóstó természetvédelmi területnél is, ahogy az élőhely rekonstrukciót 3 évvel ezelőtt befejeztük, és egy nagyon sokszínű élővilág jött itt létre. Én azt gondolom, hogy az itteni sokszínű, tehát a biodiverzitás nagyon magas, tehát a biológiai sokféleség, tényleg egy lüktető zöld szíve, ez egy nagy városnak, ami tényleg azt gondolom, hogy az Európa szinten is egy nagyon, nagyon örömteli projektnek az eredménye. És tényleg így, hogy egy 8 kilométer hosszú tematikus tanösvénnyel sétautakkal rendelkező sokszínű természetvédelmi terület mellé ide tudtunk építeni egy szakmai központot, ami ezeket a tevékenységeket összefoglalja. Így én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek átadhatjuk azt az üzenetet, amit mi természetvédők és elhivatott szakemberek igyekszünk képezni. Az állatokat tulajdonképpen mindig külső személyek hozzák be, vagy pedig esetleg a Nemzeti Parknak az őrei szólnak, hogy találtak valahol valamilyen sérült állatot. Fontos, hogy amit az emberek meg tudnak fogni, azt ugye saját maguk is behozhatják, de mondjuk amennyiben mondjuk ne agyisten valami veszélyesebb állatot találnak, amely esetleg elütött az autó, vagy megsérült, ott be is tudnak telefonálni nekünk a koordinációs telefonszámra, és ott tulajdonképpen mi a Nemzeti Parknak az őreivel kapcsolatban vagyunk, és akkor
tudunk mindig segítséget is kérni adott esetben, hogyha be kell szállítani egy kifejezetten veszélyes állatot, de mondjuk mit tudom, gondolok itt például egy elütött vidrára, ugye annak elég nagy foga van, azt az ember azért nem fogja meg, hogy nehogy sérülés szenvedjen, amikor megfogja. De az esetek java részében azért ezeket az állatokat az emberek maguk össze tudják szedni. Tudunk abban tanácsot is adni telefonon keresztül, hogy adott állatot hogyan kell megfogni, hogyan kell rögzíteni, hogy papírdobozba be kell tenni, arra lyukakat tenni, és akkor tulajdonképpen úgy be lehet hozzánk hozni. Ami fontos, hogy ez az év minden napján lehetséges reggel 8 és délután 6 óra között, tehát itt tudjuk fogadni az állatokat napközben, és azért fontos, hogy vannak bizonyos állatfajok, amiket nem tudunk fogadni, tehát ez kifejezetten a védett, meg a fokozottan védett állatfajoknak a fogadására van ez az egész természetvédelmi tevékenység kiélezve. Aki hozzánk bekerül, annak igyekszünk segíteni. Tehát ez most nincsen tényleg határokra húzva. Tehát mi arra gondolunk, hogy nyilvánvalóan először itt a város környezetében, a megyében fogunk tudni segíteni, és hát nyilván a beérkező állatoknak, amit behoznak hozzánk. Tehát első körben nyilvánvalóan a központ működése idejében fogadjuk ezeket az állatokat. Most még nyilvánvalóan az összes szakmai szervezettel együttműködve működik a kiszállásos rendszer, tehát nyilvánvalóan ez még egy hosszú távú tervünk, hogy nyilvánvalóan egy olyan állatmentés működjön, hogy tényleg mi is megyünk a helyszínre, de én azt gondolom, hogy mindent lépésről lépésre kell megcsinálnunk, létrehoznunk. Én azt gondolom, hogy ebben, ahogy említettem az előbb, a szakmai szervezeteket, ők nagyon komoly partnerek, és hát ugye a legfontosabb üzenet, ami a központ neve is, hogy vadvédelem, tehát vadvédelmi központ, hüllőket, emlősöket, madarakat is fogadunk, de inkább a védett, fokozottan védett, veszélyeztetett fajokat részesítjük előnyben, mert nyilván az ő bemutatásuk és az ő élettereiknek a beszűkülését is be kell mutatni, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. És hát nyilvánvalóan itt erről nagyon sokat lehetne beszélni, mert ugye vannak a vadászható fajok, vannak azok a fajok, amelyek esetleg betegségeket terjesztetnek, mint például a galambok, őket nekünk nem fog állni módunkban befogadni, és hát mivel Székesfehérváron működik egy nagy állatkórház a Homoksoron, amit az Alfavet üzemeltet, szintén én azt gondolom, hogy ott pedig tényleg a házi állatoknak van a gyógyítására lehetőség, és akkor tényleg úgy gondolom, hogy itt a vadvédelem, itt pedig ennek az egésznek a komplexuma fog zajlani. Azért is a védett meg a fokozottan védett állatfajokat határoztuk meg, ugye abból, ha valaki kicsit képbe van, de nyilván az emberek nagyon nagy százaléka nincsen, azért mondom el, hogy ebbe a vadászható állatfajok, tehát főleg a nagy emlősök, azok nem tartoznak ide bele, tehát mondjuk az őzgida, a szarvas, vagy akár a felnőtt őz, vagy az elütött vaddisznó, vagy az elütött róka, ezek sajnos olyan állatfajok, amiknek egész egyszerűen irdatlan nagy térigénye van. Nagyon-nagyon stresszesek, hatalmas nagy tér kell a gyógyításukhoz, a tartásukhoz is, és ez itt nincs meg. Tehát ezeknek az állatfajoknak például a gyógyítása az itt csak nagyon-nagyon korlátozott mennyiségben, vagy nem valósulható meg. De a kisebb méretűek, tehát amit már úgy az ember mondjuk így fel tud emelni így kézbe, egészen az icipicitől, mint mondjuk egy denevér, az itt tökéletesen gyógyítható, kezelhető, diagnosztizálható, szuper felbontású röntgenkészülék van, ami a nagyon nagy csontoktól kezdve az egészen pici denevért is jól át tudja világítani. Van ultrahangkészülék is, tudunk venni, mindenféle műtéti technikát tudunk alkalmazni, van lézerterápiára is lehetőség, szóval eléggé sokrétű. Van olyan állat itt, ugye, például ez a két gólya, akik most bent vannak ebben a röbdében, akik azt hallottam, hogy itt maradnak élethossziglan tulajdonképpen, mert ők nem tudnak repülni. Igen. Ugye nagyon fontos az, hogyha egy állatot nem tudunk visszaengedni a természetbe, ami sajnos már
egészen picike kis hibánál is így van, hiszen mondjuk könnyű elképzelni, hogyha egy röpképes állat nem tud tökéletesen repülni, tehát nem elég az, hogy valahogy, hanem tökéletesen repülni, akkor az a természetben vagy éhen hal, mert nem tud vadászni, vagy pedig pillanatok alatt zsákmányállattal válik, mert levadásszák. Tehát főleg a madarakra igaz az, hogy csak tökéletes kondíciójú, tökéletes röpképességű állatokat lehet szabadon engedni. Na most ehhez viszont tényleg a madárnak egy mázlinak kell lenni, hogy mondjuk úgy törik a csontja, hogy az tökéletesen műthető, vagy mondjuk ne adj Isten olyan sérülése van, ami tökéletesen helyre jön. Sajnos az eseteknek egy nagy részében ez nem valósul meg, és amikor nem valósul meg, akkor a madarakat tartós tartásra itt be tudjuk venni, és akár párba is tudjuk őket állítani. Csak itt nagyon fontos az, hogy ennek az egész helynek a szellemisége az, hogy az állat soha ne szenvedjen. Tehát ugye klasszikusan például vannak az áramütött vércsék, amikor ugye az áramnak a bemeneti kapuja az általában a madár szárnya, a kimeneti kapuja pedig a madár lába, ami sajnos egyenesen azzal jár, hogy elhal a madár szárny vége, de elhal a madár láb vége is. Na most például egy féllábú, félszárnyú állatot életben tartani, az itt etikailag problémákba ütközik, mert ennek a madárnak már nem biztosítható a tökéletes életminősége. És ezeket az állatokat, ahelyett, hogy inkább tartósan tartanánk, kíméletesen elaltatjuk azért, hogy ne szenvedjen. De hogyha az állatok boldogan, szociális környezetben, nagy mozgástérben, fájdalom nélkül tarthatók, és van helyünk, akkor tartjuk őket tartósan élethosszig. Ez a két gólya is itt lelt otthonra a Sóstó Vadvédelmi Központban. Egyiküknek a helytelen táplálás miatt deformálódott el a szárnya, teljesen röpképtelen, így a természetben nem tudna életben maradni. Másikuknak pedig csak egy szárnya van. Őt a Margit-szigetről hozták a központba, itt természetes életkörülményeket biztosítanak a számukra. Ez a hely nem csak azért jött létre, hogy segítsenek a bajba jutott vadállatokon, hanem azért is, hogy demonstrálják, milyen fontos ezeknek az állatoknak a megmentése. Így egy kicsit mi is közelebbről láthatjuk, milyen egy sas, hogyan telik egy gólya napja, vagy éppen miként gyógyul egy cinege. Látogatható a központ, meg kérhető körbevezetés is, maga a szakmai koordinátor is, aki a recepciós pultnál ül, ő is naponta kétszer tart körbevezetést, illetve az állatgondozók, állatorvosok is naponta kétszer tartanak körbevezetést, látványetetést, ilyesmit, úgyhogy van naponta 4 ilyen interaktív, kb. Fél egy órás alkalommal lehetőség. Maga a hely az látogatható, de tulajdonképpen egy ilyen hozzájárulási díj ellenében minden héten szerdától vasárnapig, és 10 és 17 óra között. Csoportokat pedig előzetes bejelentkezés alapján fogadunk, és akkor őket is körbevezetünk, meg interaktívan játszunk a gyerekekkel. Elindult a Föld napján a tegnapi nappal a közösségi médiumunk, nyilvánvalóan hamarosan ugye több platformon ugye meg fogunk jelenni, de például ezen a platformon is az összes elérhetőségünk fenn van, tehát ugye a legfontosabb az a mi feladatunkban, hogy ezeket a tevékenységeket, a mentési tevékenységet összefogjuk. Tehát, hogyha valaki értesül sérült vagy bajban lévő állatról, akkor tudjon nekünk tájékoztatást adni, mert akkor, ha nem is mi fogunk tudni segíteni, akkor el fogjuk tudni irányítani a megfelelő helyre az illetőt. Tehát lesz egy ilyen elég nagy szakmai kapcsolattartási rendszerünk, illetve nyilvánvalóan, hogyha valaki ide beérkezik a nyitvatartási időben, behozza ezeket az állatokat, akkor mi minden esetben tájékoztatást fogunk adni, hogy mi fog történni az állattal, a jövőben ilyen állatot érdemes-e behozni, vagy nem. Tehát egy kis nevelési célzat is lesz azonnal ugye ezekben a kis befogadásokban, és hát nyilvánvalóan mondom, itt tényleg, ahogy elindul majd minden, mint a Sóstó Székesfehérvár oldalnál, honlapnál, közösségi médiánál, ennek is el kell indulni a lépésről lépésre. Én azt gondolom, hogy itt egy profi csapat dolgozik, egy elhivatott csapat, bármit meg lehet tőlünk kérdezni az elérhetőségeinken, úgyhogy érdemes követni tényleg a Fehérvár honlapot és a Fehérvár honlap keresztül pedig
minden információt megkaphatnak rólunk az emberek. De hát hamarosan mindenhol szerintem meg fogunk jelenni. A Sóstó Vadvédelmi Központtal újabb lehetőség nyílt Fehérváron a természet, a vadvilág közelebbi megismerésére. Ezzel a projekttel pedig mondhatjuk, hogy kiteljesedett az a több éves szakmai munka és beruházások sorozata, amely a Sóstót a város védett, ugyanakkor bárki által látogatható természeti területévé tette. Ide kilátogatni valódi kikapcsolódást jelent, és annak reményét, hogy nem fogjuk elfelejteni, honnan jöttünk, és mi a felelősségünk. Köszönjük a figyelmüket, reméljük sikerült kedvet csinálni egy sóstói kirándulásra, és ha már ott vannak, nézzék meg azokat az állatokat is, akik a Vadvédelmi Központban leltek menedékre. A viszontlátásra!